Idén is több ezren érkeztek a 6. alkalommal megrendezett Szatmár határok nélkül elnevezésű református találkozóra Nagyecsedre. A rendezvényt azzal a céllal hívták életre, hogy az egykori történelmi vármegye területén élő reformátusok együtt tölthessenek egy napot, közös istentiszteleten, színvonalas kulturális programokon vehessenek részt. A Reformátusok Szatmárért Közhasznú Egyesületet 2011-ben alapították azzal a szándékkal, hogy a szatmári régiót önálló földrajzi, történelmi, néprajzi és kulturális egységnek tekintő embereket összefogja. Ennek eléréséhez számos rendezvényt szervez az Egyesület, amelyek közül kiemelkedik a Szatmár határok nélkül református találkozó. Történelmi Szatmár vármegyét nem lehet szétszakítani. Az emberek lélekben összetartoznak, határok nem választhatnak el bennünket, és ez azért is igazolódni látszik, mert az előadóktól függetlenül, ám bár fontos, hogy kik az előadók, működik, mondhatom azt keresztényként, hogy a Szentlélek munkája, hogy összehoz bennünket. Itt több ezren jönnek el. A templom itt Nagyecseden egy olyan jó 1000 főt tud befogadni. Ez mindig meg szokott telni. Aztán a vásártéren ott nem egy időben, de több ezer ember fordul meg a 14:30-tól kezdődő vásártér rendezvényeken, egészen este 9-10-ig tartó eseményeken. Úgy gondolom, hogy valahol a trianoni határok sem tudtak beleszólni abban, hogy mi lélekben egyek vagyunk. És ezt, ha valaki tudatosan nem éli meg, akkor is működik. Gondoljunk csak arra, hogy itt Szatmárban bárkit megkérdezni, bárkit, legyen az Nagy Károly, legyen az Börvej, legyen az Csenger, Máté Szalka vagy Nagyecsed, mindenki büszke arra, hogy ő nagyecsedi, azon kívül ugye szatmári, mert ugye szatmári település, vagy büszke arra, hogy Máté Szalkai, vagy Csengeri, vagy Börvej, vagy szatmárnémeti, vagy Nagy Károly, sorolhatnám. És ezek mind-mind olyan összetartó kapcsok az emberek között, amit nem tudtak 100 év alatt sem elszakítani. Viszont ez nem jelenti azt, hogy nekünk ne lenne feladatunk. A Jóisten ránk bízta, mint ahogy menjetek el, tegyetek tanítványokká minden népeket. Nekünk ott kell lenni, meg kell mutatni az egységet, meg kell mutatni, hogy Szatmár létezik. Létezik kultúrájában, létezik hagyományaiban, és létezik úgy, mint amit át kell majd örökíteni a jövő számára. Hiszem azt, hogy ehhez ez a rendezvény is hozzájárul. Nagyecsed polgármestere szerint fontos esemény ez a település életében, az egyik legnagyobb rendezvényeik közé tartozik. Nagyecsed önmagában egy tipikus református település, a lakosság több mint 70%-a református, és még egy nagyon fontos büszkeségünk van, a református nagy templomunk, ami a Tiszántúli Református Egyházkerületnek az egyik legnagyobb temploma, és azt gondolom, hogy ez nem véletlenül van így, hiszen Nagyecsed hagyományait tekintve nagyon régre nyúlik vissza a hagyomány, a reformáció. Mondhatjuk nyugodtan, hogy Nagyecsedben a reformátusság, a reformáció egyidős Szatmár vármegye reformációjával, közel egyidős magával a reformációval. Hiszen már az 1545-ös erdődi zsinat alkalmával, az első protestáns zsinat alkalmával, ami Szatmár vármegyében megtartásra került, feljegyzésre került Ecsedi Jánosnak a neve, aki képviselte a települést. Majd azt a zsinatot követően pedig a Ecsed földbirtokosai Betlen, Rákóczi, Bátori idejében jelentős vívmányokat szerzett a reformátusság Nagyecseden. Valószínűleg ennek a hagyományoknak az ápolása okán is érezték úgy őseink, hogy egy ilyen református templomot kell Nagyecsedre állítani, amire a mai napig is büszkék vagyunk. Mennyire aktív egyébként a református gyülekezet itt a településen vagy a térségben? Azt kell mondjam, hogy az elmúlt években jelentős előrelépést tudott tenni a Nagyecsedi Református Egyházközség, mely köszönhető annak is, hogy több intézményt indított be, úgy mint a házi segítségnyújtást, úgy mint a korábban már meglévő református gimnáziumunk mellé megszerveztük az általános iskolát, és az idei év különös aktualitása ennek az iskolának, hiszen most szeptembertől már 8 évfolyamon indult az általános iskola, plusz 4 évfolyamon a gimnázium, tehát gyakorlatilag 12 évfolyamon oktatás
oktatják református hídben a nagycseri gyerekeket, és természetesen ezek a fajta vívmányok mind jó hatással vannak a református egyházközségünkre is, hiszen jelentős számban növekszik a templomba járóknak a száma, és én azt gondolom, hogy egyre meghatározóbb szerepe van Nagyecseden a református egyháznak. Csűri István, a Királyhágó melléki református egyházkerület püspöke igehirdetésében arról beszélt, mit jelent valójában Jézus tanítása. Nem azt jelenti, hogy egy statikus valamilyen tananyag, amit el kell sajátítani, éppen ellenkezőleg egy olyan fajta életstílusra való nevelés, amelyben több metodika is jelenkezik. Jézust tanulni azt jelenti vele együtt élni, és az ő módszereit elfogadni, és azokat az élet mindennapi gyakorlatába beiktatni. Így látom én Jézus példaadását, ugye milyen jó lenne, hogyha tényleg Jézus példája nyomán élne ez a világ, kezdve velem és bárkivel. Milyen jó lenne, hogyha úgy mélyítenénk el a Krisztus üzenetét, hogy abban meglátnánk, megéreznénk azt, hogy hogyan lehet az elmélyítés során gyakorolni és gyakorítani azt, amit Jézus mutat. A harmadik pedig a csodáknak a dolga. Ugye azt szoktuk mondani, hogy egy nyomorult világban élünk, de én azt mondom, csoda, hogy felébredtem a mai reggelem. Jézus rengeteg csodát, akár ismétel is, és látni kell, hogy ebben a mi világunkban is bármennyire is szomorúnak tűnik, csodák ismétlődnek, és éppen az ismétlődő csodák nyomán lehet bátran előre tekinteni, mert nem csak a múlt van mögöttünk, amit úgyse tudunk visszaforgatni, hanem ott van a jelen, ahol biztosan megtaláljuk az áldások forrását, amivel Jézus vezetni akar bennünket, Isten megáldani, és a Szentlélek állandóan erősíteni. A rendezvényen jelen volt Gulyás Gergely, az országgyűlés törvényalkotásért felelős alelnöke is, aki beszédében azt hangsúlyozta, hogy az önzetlen segítség bárkivel szemben gyakoroljuk is jó cselekedet. Az állam felelőssége azonban alapvetően más. A rendezvényre ellátogatott Cibere Károly a szociális ügyekért és társadalmi felzárkózásért felelős államtitkár is, aki az összetartozás fontosságáról szólt. Ez a testvérek kutatása, a testvérek, merre vannak a testvéreim, hogy vannak az én testvéreim indulata volt az egyház szívében, amikor 2009-ben megalakult a nagy magyar református egyház, a Kárpát-medencei egyház részeket foglalja magában, ez a nagy református egység, de ugyanez az indulat vezette az egyesületet is 2011-ben, amikor megalakult, hogy vajon hogyan élnek az én testvéreim a határok túloldalán, hiszen Trianon annak idején nagyon sok szigetbe taposta szét a reformátusságot, és az egyháznak és az egyesületnek is ez a törekvése és ez a kezdeményezése, hogy összecsatolja, összeillessze ezeket a részeket, ez egy rendkívül fontos. A nemzet megtartó erő szempontjából egy rendkívül fontos törekvés és kezdeményezés, a kormányzatnak pedig minden olyan kezdeményezést erősíteni, támogatni, ösztönözni és bátorítani kell, ami erre irányul. Ezért vettem örömmel a meghívásnak, azért is, mert református vagyok, és Szatmárból származom. Tehát ha valamit, amit én Szatmártól kaptam reformátusként, vissza tudok adni, azt visszafogom, és vissza is kell adnom. Dicsérem szent nevedet, mint örökké én áldalak téged. Az istentisztelet után az érdeklődők szabadidős és színvonalas kulturális programokon is részt vehettek a vásártéren, az ínyenceknek pedig szabad tűzön főzték a finomságokat.